szám szerint. Kismányokon az idén elkészült székelyházhoz érkeznek énekelve a csobánok karácsony után. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Lesznek szüvesek a székely betlemeseket befogadni? Befogadjuk! A csobánolás a bukovinai székelyeknek a csobánokról, vagyis hegyi pásztorokról elnevezett betlehemes játéka. A csobánolást a Bukovinában eltöltött másfél évszázad, aztán a rövid bácskai tartózkodás alatt végül 1945 után Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Pest megye településein is megtartotta a közösség. A bukovinai székelyek országos szövetségének hagyományőrző csoportja az idén alakult, ők adják elő a betlehemes játékot. Maga a csobányolást, hála jó Istennek, most Kassán voltunk például, ahol be tudtuk mutatni, ott egy nemzetközi betlehemes találkozó keretén belül, illetve Jánokon, ugye Kassától egy pár kilométerre, valamint most voltunk Gencsapátiba, ahol ugyanúgy hasonlóan nagy örömünkre be tudtuk mutatni, az is egy nemzetközi, hiszen Erdélyből is voltak csoportok, meg különböző helyekre, úgyhogy öröm volt, hogy be tudtuk mutatni. Mára a csobánolás a népcsoport összetartozásának szimbólumává vált. A betlehemes játék vallásos jellege, adománygyűjtő és szórakoztató szerepe mellett korunkban, főként a bukovinai székelységhez való tartozás kifejezése, a hagyományok éltetése a célja. A játékban szereplő Mária és az angyal öltözetében a bukovinai női népviselet jelenik meg, a pásztorok maszkja még kereszténység előtti pogány elemeket idéz.